Újabb vereséget szenvedett a brit miniszterelnök a parlament alsóházában hétfőn. Nem engedélyezte ugyanis a londoni alsóház elnöke, hogy a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló megállapodást a kormány szavazásra terjessze a ház elé. A kormány eredetileg szombaton akart erről szavazást. Összegezve, a mai javaslat lényegében megegyezik a szombati indítvánnyal, és a ház már határozott az ügyben. A mai körülmények lényegében megegyeznek a szombati körülményekkel. Ezért úgy döntöttem, hogy a javaslatról ma nem vitázunk, mivel ez ismétlés lenne. Indokolta döntését John Bercow. A több mint három éve tartó húzavona után még mindig nem világos, hogy a mélyen megosztott Szigetország elhagyja-e az Uniót. És a brit közvélemény egyre frusztráltabb és csalódottabb. Azt hiszem, hogy John Bercow valójában a demokrácia és a parlament mellett állt ki. Vannak eljárások és törvények ebben az országban. Az a nemzetközi reputációnk, hogy érett, felnőtt demokrácia vagyunk. És ahogy a miniszterelnök irányítja a dolgokat, úgy néz ki mások szemével nézve, mintha mi nem lennénk stabilak vagy megbízhatók. Magyarázta ez a nő. Úgy tűnik, a parlamentnek fogalma sincs arról, hogy mi történik az ország többi részén. Úgy tűnik, nem érdekli őket. Ez van, vélte ez a férfi. A brit kormány és az EU között kötött bármilyen megállapodást a brit parlamentnek is jóvá kell hagynia. Boris Johnson és a kormány többször hangsúlyozta, hogy a brit parlament kényszerítette ki a Brexit halasztási kérelmet.